Ahhoz, hogy a lakosok jól, célzottan és hatékonyan élhessenek a számukra nyújtott lehetőségekkel, fontos, hogy ismerjék azokat, valamint az embereket is, akik adott esetben ezt a segítséget, támogatást számukra megadják. A humán közszolgáltatások egy fontos eleme a gyermekjóléti szolgáltatás, mely a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. Mit csinál egy családsegítő? Mivel foglalkozik egy iskolai vagy óvodai tanácsadó? Hogyan tud segíteni a pszichológus a családi problémákon? Ezekre a kérdésekre igyekszünk válaszokat adni ebben a sorozatban. A kérdések megválaszolásában a 2016-ban létrejött járási feladatokat ellátó Enyingi Család- és Gyermekvédelmi Központ munkatársai lesznek segítségünkre. A törvényi szabályozások módosítása kapcsán az egész országban 2010-től ellátandó feladata a járás székhelyeknek a központok kialakítása. Így volt ez Enyingen is, tehát 2016 óta működik a központ. Enying járásban 9 település található, ami az illetékességi körünkhöz tartozik. Enying, Lepsény, Kisláng, Dég, Mezőszentgyörgy, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mátyásdomb és Lajoskomárom települések. Fehér megyét tekintve ez a járás pici járás, tehát valójában talán mi vagyunk a legkisebbek a megyében, de így is borzasztó rengeteg sok feladata van a központ munkatársainak. Szociális diagnózist készítünk az igénylőkkel, tehát az azt jelenti, hogy kimegyünk a családhoz, és az igénylővel beszélgetünk, ez egy személyes beszélgetést igénylő interjú, ez elég hosszadalmas folyamat. A szociális diagnózis tulajdonképpen egy több fejezetből álló kérdőív, amikor felmérjük az igénylőnek a helyzetét, a jelenlegi állapotát. Ez általában a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátás igénybevételéhez szükséges. Van, amikor menet közben is készítünk ilyen diagnózist, az akkor, amikor egy ügy megakad, tehát nem olyan ütemben haladunk benne, amit szeretnénk, akkor készítünk egy új szociális diagnózist, és akkor megpróbáljuk hátrahoz lendületet ad az ügynek. A szociális diagnózist ez jelzőrendszeri tag kezdeményezheti, vagy pedig a család és gyermekjóléti szolgálat. Tehát ők kérik, és akkor mi kimegyünk, elkészítjük a diagnózist, és az alapján folyik a munka utána. A szociális diagnózis elkészítése alatt ugye megismerjük az igénylőnek a problémáját, a szükségleteit felmérjük, és akkor utána nekünk az a feladatunk, hogy a felelhető vagy elérhető szolgáltatókat és szolgáltatásokat feltérképezzük, és ahhoz irányítsuk az igénylőt. Tehát mi ebbe vagyunk partnerek. Az igénylőnek ez egy javasolt út, amin végigviszük, a szolgáltatóknak és az intézményeknek viszont ez kötelező jellegű. Ez egy több fejezetből álló kérdőív, ahol magáról, az igénylőről, a családtagokról, a lakhatási körülményekről, tehát nagyon részletesen kivesézi. Tehát ez a személyes interjú egy hosszú folyamat. És tényleg aktív részvételt igényel az igénylőtől is. Tehát, hogy tényleg ő elmondja nekünk, megnyíljon. Tehát tényleg úgy van, hogy a családsegítő ugye nyakára jár úgymond az embernek, és az nem. Tehát egy SZOSZDG felvételi esetmenedzser lehet, hogy könnyebben megtalálja a hangot, vagy megnyílik, mert hogy nem minden nap találkozik vele, tehát elmond olyan dolgokat, ami nekünk fontos, vagy úgy kérdez az esetmenedzser. Tehát tudja, hogy hogyan kérdezni, hogy mik azok az információk, ami nekünk feltétlenül szükségünk van ahhoz, hogy tényleg segíteni tudjunk a családnak. Tényleg érzi a család a segítő szándékot, és megnyílik, és mondja, és amikor már ott helyben tudunk olyan választ adni, hogy ő érzi azt, hogy tényleg fog haladni az ügy, hogy tényleg most már valami lesz, és akkor meg még inkább, tehát bizalommal fordulnak hozzánk, és ez jó érzés egyébként, hogy tudunk segíteni.
videó az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.